Köszöntöm a szubjektív nézőit. Innen Bács-Szöllős, illetve Királyhalom és Kispiac között a régi E5-ös út mellől. Egy nagyon takaros, szépen felújított parasztházban vagyunk, ami ma nem csak egyszerű külső látnivaló, hanem egy szép kis galéria, amelyben jelenleg is kiállítást nézhet meg, aki erre jár. Azért jöttünk ide, hogy beszélgessünk el a ház, a galéria tulajdonosával, és azzal az emberrel, aki úgy gondolja, hogy ezen a vidéken is kellene és illene a kultúrára adni, a kultúráért tenni. Nagy Lászlóról van szó, aki civil foglalkozásban iparművész, de volt sok minden más az életében. Tisztelettel köszöntöm, László. Ahogy mondtam is, sok minden más, vagy több minden más is volt az életében. Hát mutatkozzon már be nekünk egy kicsit, hova tudjuk önt tenni, hogyan tudnának az emberek többet meg önről, mivel foglalkozott, miket csinált eddig életében? Hát igen, ezek fogas kérdések. Önök lehet, hogy valahova el tudnak igém tenni. Én magamat nem biztos, hogy valahova el tudom tenni. Hát a hajlott hátam, őszhajam sok mindenről tanúskodhat. Hosszú évek állnak előttem. Rengeteg dolog történik az ember életében. Hát ebből vannak részek, szelevények, amelyeket ki lehet ragadni, és hát előhozni. Lehet, hogy az életem nagy részén azért kaptam a fizetést, mert beszéltem, de én azt hiszem, hogy hozzátartozik az is egy életen keresztül, hogy mit is alkot az ember, hogy mit csinál az ember. Érdekes módon én mindig visszatérek azokra a gondolatokra, azaz azokra a tettekre, cselekedetekre, amikor rendszerváltás volt. Nálunk is, mind Európa más országaiban is. És akkor rengeteg hangok hangzottak el, jók, rosszak, jövőt építő, jövőt romboló, múltat romboló hangok. Én akkor is úgy gondoltam, hogy talán a legbölcsebb, bár a bölcsesség az rendkívül ilyen idézőjelben tett dolog, hogy hol is kezdődik egy bölcsesség, vagy hol van elásva a bölcsek köve, ezt én még magam sem tudom, de minden esetre úgy éreztem akkor, hogy talán minden szónak értelme nem kell, hogy legyen, inkább a tetteknek kell. És abban az időben én, amikor a legnehezebb volt talán nálunk a rendszerváltásban, akkor én elmentem egy erdő kellős közepére, a Szelevényi erdőben, nem túl nagy erdő az, de hát ugye a vidékünk egyik kis gyöngyszeme, és ott egy öregházban én megnyitottam egy kis csárdát, egy magyar csárdát, és én úgy érzem, hogy ott azt a tettet, amit akkor-akkor megkövetelt, egy ilyen embertől, mint én megalkottam, megcsináltam. Én úgy tudom, hogy tanár emberkedett is időközben. Igen, voltak ilyen periódusok is az életemben, nem sokat, 7-8 évet. Hát ott is voltak konfliktusaim. Többek között a tanári karban mindig nem csak, hogy óvaintettek, hanem sokszor korholtak is, hogy miért nem buktatok diákokat, hogy miért nem mennek pótvizsgára a diákok. Történelmet földrajzot adtam elő, többek között, mást is. Egész messziről kezdtem el az ide gyűrődést, Bánátból, aztán így kerültem valahova ide ebbe a kis tanyába. De az a helyzet, hogy én úgy voltam vele a kis diákjaink, hát én már az akaratos osztályoztam, az már nálam kettes volt, ha valaki akart, nem kellett, hogy tudjon. Hát valahogy mégis akar, akkor már én úgy vagyok vele, hogy ebből lesz ember. De aztán jön a mondom az élet, és hát az aztán majd buktatja az embereket. Úgyhogy nem kellett én nekem itt segíteni. Sehova se tartoztam az életbe, ez lehet, hogy meg is látszik rajtam, hogy nem tartoztam sehova, úgyhogy ilyen tartozéktalan lettem, de hát hűséges a népemhez, a kultúrámhoz, a tájhoz, úgy érzem, és utána elmentem a múzeumba dolgozni. És 20 évet lenyomtam a múzeumba, mint múzeumi pedagógus, úgyhogy valahol, mint kusztosz, közelebb kerültem nyilván kényszerből, akaratból, akarattalanságból is egy-egy olyan anyaghoz, amely gazdagított, amely kinyitotta előtte mindazokat a becsukott kis ablakokat, zsalukáterokat, amelyek
hiányoznak sokfelé. Mindenről volt már szó eddig, csak épp arról nem, amivel bemutattam. Iparművész. Hol van itt életében az iparművészet? Úgy emlékszem most nagy hirtelenjében, hogy 82 és 84 között felvettek az Iparművészeti Egyesületbe. Hát én nem tanult művész vagyok, erre nem tudom, hogy büszkének kell az embernek lenni, vagy éppenséggel sajnálni a helyzetet. Egy kicsit sajnálom azért, hogy nem kerültem ki olyan tanároknak a kezei alól, akik netán-tán útba igazítottak volna egyes területeken, mert az én hiányát érzem sok mindennek. De viszont sokkal nagyobb szabadság karol fel és övez, mert nem kötődök sehova, senkihez sem. Én elkezdtem egy alkalmazott témakört, a magyar elemeket rávinni valahol a képekre, az alkotásokra, a formákra, és ezáltal jelentkeztem az akkori Jugoszláv Iparművészeti Egyesületbe, és hát nem mondom, hogy a nehézség árán, de felvettek az első nekifutásra. Persze ez nem csak egy anyagról volt szó, hanem rátermességről volt szó. Tehát itt kellettek rajzok, kellettek festmények, szóval be kellett itt azért mutatkozni, el kellett küldeni, tehát nem személyre ment a dolog, hanem anyagra ment a dolog, hogy mire képes az a valaki, és hát felvettek. Felvettek a Újvidéken, a Jugoszláv Iparművészeti Egyesületbe 84-ben. És hát azóta én próbálok valami utat. Azután ezelőtt a háború fergeteges éveiben a lanyhult az Iparművészeti Egyesületnek a munkája Újvidéken, és most 2-3 évvel ezelőtt újra felkértek bennünket, amíg megmaradt, és az új, természetesen a fiatal iparművészek és képzőművészek újra megalkották ezt az egyesületet, most már Szerbia Egyesületként működik, hogy nemrég ki is jött egy atlasz, ahol hát szerény énem is megjelent ebben az atlaszban. Tehát mondhatom úgy, hogy törzskönyvezett emberként létezem én. Hát amikor egyáltalán beléptünk ebbe a házba és megpillantottuk kívülről, szerintem bárki ránéz, bárki bepillant ide, megnézi a belső megoldásokat, én azt hiszem, hogy látni fogja azt, hogy nem ad hoc fejből, égből pottyant ötletek alapján rendezték be, hanem meglátszik egy iparművésznek bizonyos hozzáértése, szaktudása, és egyáltalán az, hogy nagyon ízlésesen készült itt el minden, összepászolnak a dolgok, illenek egymáshoz, és gondolom az itt kiállított alkotások is próbálják ezt a hangulatot kísérni, követni. Mit lehet elmondani erről a kis házikóról, erről a parasztházról, amely ma egy ilyen gyönyörű galériának ad helyszínt? Hát köszönöm az dicsérő szavakat, persze nem kizárólag én vettem részt ebben az egészben, ezt mindjárt a kezdet-kezdetén, ha házról van szó, akkor ezt ki kell hangsúlyoznom. Nejem, doktornő rengeteg munkával, rengeteg odaadással, szakértelemmel, hát támogatott végül is, és hát valahol összehoztuk ezt a csodálatos építményt, ahol hát én magam sokat gondolkodtam így az alkotás létében. Hol is áll, mit is kell az embernek csinálnia? A múlt az, amely irányt mutat számunkra. A jelen az, amelyben élünk, és amely nem fejezi ki azt az igazi érzést, amelyet a múlt biztosít számunkra. Azon az úton, amit őseink kitapostak, én úgy érzem, hogy azt fel kellene karulni, és azáltal valami irányként haladni kellene a jövő felé. Hát nekem talán a legnehezebb, aki a múltat elég jól ismerem. Ez idézőjelben nem azért, mert nagy embereknek a műveihez hozzájutok, olvasom, gazdagodok, és mindig nagyon kevés.
és még mindig manapság is gazdagodok tőlük, hál' Istennek köszönve az internetnek és sok minden másnak, még könyveknek is. De a jövő az egy olyan bizonytalan, kegyetlen dolog, amely előtt állunk, ahol nem tudom, melyek azok a szavak, melyek azok a hatalmak, az erők, amelyek rendes ember, becsületes embernek, igaz embernek az útjait egyengetik és megmutatják. Ebben a globális, kegyetlen világban, ahol millió emberek halnak meg, melyik az az út? Nem tudom. Szebbé tenni, elfogadhatóbbá tenni, ez egyik motivációja talán önnek, ahogy az előző beszélgetésünk során elhangzott, amikor azt is mondta nagyon szépen, hogy minden egyes épületnek, minden egyes kis épület résznek történelme van. Mi a történelme ennek a háznak? Mi volt ez valamikor? Milyen állapotban volt, mikor egyáltalán hozzáfogtak, vagy eltalálták, kitalálták, hogy ezt kár lenne földig rombolni, érdemesebb lenne felújítani? Igen, hát ezt is szélesebb prizmából, horizontból kéne megközelíteni. Minden népnek van sajátja. Számtalanszor elmentem egy kicsit messzebb a vidékünktől. Azok a népek egyszerűen saját szintjükön felépítették kőből, fából az ő kis építményeiket. Hát a mi vidékünk is, csak mi úgy látszik, nem akarjuk észrevenni. Végtelenül gazdag emberek vagyunk, csak nem akarjuk észrevenni. A mi sárból épült, nádból fedett házaink csodálatosak. Nem jelenik meg sehol sem. A mongoloknál olyan, a kínaiaknál olyan, a japánoknál olyan, az afrikaiakra ne beszéljünk, hiszen ma már minden közel áll hozzánk. Ha beletekintünk a mélyébe a dolgoknak, hát itt van ez a mi csodálatos kis házaink, ahol az emberek, elődeink leélték az életüket, meleg otthonokat teremtettek. Móvából bárhogy összejöve fölépítették saját kezőleg kis házaikat. Nem kellett egy túl nagy filozófia, túl nagy építészet, nem templomok voltak ezek, hogy nem tudom én, Firenzéből kellett megrendelni ők az építészt, nem. Ezek a mi embereink, a mi őseink, apáink, dédapáink kezenyoma. És ezek a csodálatos építmények csak itt jelennek meg. És ezeket az építményeket látom szomorúan, könnyes szemmel sokszor, fogják a buldozsért, traktort, és földig rombolják. El se tudom képzelni miért. El se tudom képzelni. Az a 25 vagy 70 négyzetméter, az arra van szüksége az embernek. Holott minimális erővel, minimális pénzbefektetéssel újra lehetne éleszteni. Az a tapaszt, amely lehull arról a falról. Egyszerű sárral, egyszerű pejvával összekeverve vissza lehet tapasztani. A mész a legolcsóbb. Csodálatosan fehérlik a napfényben ezek a parasztházaknak a fala. Az csak egy kis gondviselés, egy kis akarat. Nem kell nekünk Európát, vagy Nyugat-Európát, vagy Amerikát mintázni, nem mondjam azt, hogy majmolni. Minek? Hát a mi kultúránk egy olyan csodálatos kultúra. Olyan a pusztai ember. Hát az egy szél által idehordott, idehozott gyöngyszem, vagy virágszál, vagy búzavirág, amiből már ma nincs. A pipacs és a búzavirág. Hát hol vannak azok, a mi kis pulikutyáink? Tehát az a kultúra, amely átölel bennünket, és amelyet idehoztunk, az hiányzik. Itt jelenleg szentkép kiállítás van. Mit lehet elmondani? Mondjuk ez sem éppen mindennapos dolog. Szentkép kiállítás gyakorlatilag nem is hiszem, hogy a környékükben valamikor is rendeztek. Ez egy csodálatos élmény számba menő anyag, amely itt most előfordul. A szentkép... Hát amióta István határozottan kereszténységet felvette, azóta a népünk nagy része ápolja a keresztény vallást. És hát egy meghatározott periódus után megjelennek az írott emlékek. Lehet, hogy nem vették itt észre nagy hirtelen, a Károlyi Biblia is itt van az egyik vitrínben.
magyarra is le lett fordítva. A szentképek, amelyek jelennek meg nem csak Magyarországon, természetesen a Franciaországtól kezdve innenfelé, ennek egy kultusza van ma már. Eléggé fontos anyagmennyiség az, amely kifejezésre juttatja a vallásnak egy-egy szegmentumát. Minden szentképnek jelentősége van, múltja van, jelene van, és hozadalma van. Úgyhogy ezek a szentképek nagyon értékesek. Vidékünkön nem is volt még soha szentképkiállítás, nincs is ekkora anyag. Itt körülbelül 200 kis szentkép van, amelyek a Bibliában, meg az olvasókönyvben megjelentek, tehát vallási jelleggel, és azután teletűzdelve, vagy felhozva nagyobb szentképekkel. Tehát ez egy nagyon értékes kiállításnak vélem én, és nagy szeretettel mondom, hogy voltak plébánosok papok, amelyek eljöttek, és akik méltatták ezt a kiállítást, megnyitották és méltatták ezt a kiállítást. Már csak néhány napig láthatóak ezek a szentképek itt a galériában, viszont következik egy újabb tárlat. Milyen anyagot láthatnak majd, akik ide ellátogatnak? Igen, hát nekünk az az elképzelésünk, nejemnek is, meg nekem is, hogy hát ezt a házat szeretnénk fénybe úsztatni, és szeretnénk, hogy itt egy felvilágosult élet folyjon állandó jelleggel, teletűzdelve programokkal. Itt nem kizárólag a képekről van szó, nem kizárólag egy vallás témájú szentképekről, hanem én nagyon szeretnék becsepészni ide a zenét, a hagyománytőző zenét, a forrásanyagot, népi forrás zenét, gondolok itt nem csak a magyarra, hanem a körülöttünk élő népeknek a zenéjére. Szeretném a komoly zenét valami úton módon behozni. Itt a múlt tele van hatalmas nagy művészekkel, akiket érdemes megemlíteni. Szeretnénk itt heteket tartani, napokat tartani, nagy művészeknek az életét bemutatni diafilmeken keresztül, hangokon keresztül, képeken keresztül. A következő kiállítás, amit tetszett említeni, Vékony Oltványi Irénkének, aki erről a tájról való itt született, valamelyik tanyán, Királyhalmán, az ő sejem képjeit, sáljait bemutatni. Ez nem sokára fog megnyílni, körülbelül 2 hét múlva ez a kiállítás. Egy végtelenül szép, átfogó kiállítás, ősi iparművész, és hát ezen keresztül remélem, hogy még majd a kerámikusok is megjelennek. Törtelli tanár úr úgy szintén, aki művészettel is szeret foglalkozni, mint építészember, az is ígéretet adott, de hát Szabadkán azok az amatőr, félamatőr, profi művészek, már ami nem csak a korosztályunk, hanem a mi vidékünkön, amennyit el tudtunk érni, hát vannak jelentkezők. Szlovéniából is már, Horvátországból is jelentkeztek emberek, hogy hát érdekelve lennének. De, mint ahogy említettem, nem kizárólag ezek a művészek. Én szeretném, hogy az itt lévő nép is, akik valamilyen egy kissé közelebb álló művészeti anyaggal tudnak rendelkezni, vagy csinálnak, vagy ügyeskednek, azok is megtalálják itt a helyüket. És a végére még azért említsük meg azt a művészeti vonatkozását is ennek az épületnek, ennek a galériának, hogy egy civil szervezetnek is helyt ad, mégpedig az Ars Naturae nevű civil szervezetnek, tehát lefordítva, hogy beszéltük is, ugye a természetművészete elnevezésű szervezetnek, hát mennyiben kapcsolódik az a civil szervezetehez, az egész objektumhoz és az ön elképzeléseihez? Ez nagyon fontos dolog, mert hát, hogy mondjam önöknek, vagy önnek? Tulajdonképpen nagyon sok ember van, aki szomjazza a természetet, szomjazza a tudást, a kultúrát.
És hát vannak nekem, meg nem csak nekem, sokunknak vannak tanult barátaik. És azok szeretnének valahol összejönni. Szeretnék még jobban megismerni azt, amit különben is tudnak. És hát itt adódik alkalom, lehetőség van rá. Létrehozták ezt a természet és a művészet féle non-profit, tehát nem haszont hozó társaságot, és bizony itt már egy 3-4-5 előadás, gyűlés létrejött, és hát itt zsong időnként az élet, csak hát ez kellene sűrűbben. Itt én úgy érzem, hogy itt pontosan meg kellene határoznunk, hogy hetente melyik nap, vagy hány nap, vagy minden nap. Itt azért a társadalomnak is kellene egy kicsit lépni, ide kellene egy állandó jellegű ember. Én tudom, sok mindenre kell a pénz. Rengeteg pénz folyik a világon, jól, meg rosszul, inkább rosszul, meg jól, vagy jól, mindegy, ne én ítéljem el a dolgokat, de nagyon szeretném, hogy ez a ház egy kultúrembert biztosítana, vagy felkarolna, és aztán itt lehetőséget adna. Minden látogatónak kinyitná az ajtót, elmondaná, itt lesznek programok, és hát ezt a programot valami úton módon be kellene mutatni. Hát itt a lehetősége a társadalomnak, támogassa, ha tudja. Igen. Hát Nagy László, köszönjük szépen a beszélgetést, és abban a reményben búcsúzunk el öntől, hogy ezeknek az elképzeléseknek, vágyaknak a nagyobbik része megvalósul majd, és hát abban is bízunk, hogy jelenlétünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy könnyebben megvalósuljanak ezek az álmok. Hát úgy legyen, és nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek a jelenlétet, és köszönöm azt a lehetőséget, hogy megengedték számomra, hogy ilyen hajlott koromban valami úton-módon jelt adjak az ifjú generációnak, hogy létezünk, vagyunk, és kell dolgozni. Dolgozni kell. Beszélni is lehet, de dolgozni kell. És ez fontos. Nagy László, köszönjük szépen. Kedves nézőink, Nagy László iparművésszel beszélgettünk itt a Bácsellősi Királyhalmi határban, Kispiac és Bácsellős közötti felújított tanyán. Amint a riportban is elhangzott, tulajdonképpen ez a művészeteknek egy oázisa lesz majd előbb vagy utóbb reményeink szerint, ahova talán sokan ellátogatnak majd, hiszen érdekesebbnél érdekesebb kiállítások várják majd őket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!